meghatározott képesek vagyunk, a Csőko Ágyvavia a beteg, az orjánlás meg fog jönni, a napirendet egy picit megborítjuk, de a napirend előtt megkérem a hölgyeket, hogy ők azért jöttek, hogy meghallgassátok őket, jó? Hát mondjam én? Aha, tehát sajnos Johanna meg kíván várni a praxisától, és a hölgy, bemutatom, a jelöltet, aki a praxist fogja találni. Úgyhogy neki egy pár szót mondja magáról, aztán úgyis írásban megvan. Megvonomzás. Úgyis majd akkor mondom, hogy valamit kapunk, majd ezt fogok is. Ez végül sem önöknek szól, de... Üdvözlöm polgáros felület és a képviselőtestület tagokat, Jetszi asszonyt. Szeretnék bemutatkozni, Gégény Tímea vagyok. 2011-ben végeztem a Debreceni Egyetem fogorvostudományi karán. Utána Miskolcon dolgoztam 3 éven keresztül, és ott voltam rezidens orvos nagyon jó tutorok vezetése alatt. Körülbelül több mint másfél éve kerültem Budapestre, ahol magánrendelőben dolgoztam, és körzeti ellátási feladatokat is elláttam. A rezidens képzésem alatt szintén dolgoztam körzeti ellátásban is, és magánrendelőben is, úgyhogy igazából mind a két területre van rálátásom. Nagyon szerettem volna valahol a környéken praxis találni, amire ma nagyon kevés lehetőségünk van orvosoknak és fogorvosoknak, és hát nekem nagyon nagy öröm volt, hogy a doktornő elkívánja adni a praxis jogát. Szentendrén vannak egyébként rokonaink, egyébként én szabolcsi származású vagyok, Nyíregyházától nem messze van egy 4500 fős település, és a szüleim ők még most is ott élnek. Most jelenleg Pesten lakunk a párommal, és egyelőre onnan fogok majd kijárni, de tervezzük egyébként, hogy valahol a környéken telepednénk le. És hát én azt gondolom, hogy körülbelül ennyit tudnék így elmondani, de bármire nagyon szívesen válaszolok. Én már felépettem. Hát, hogyha maga az adásvétel az lezajlott, tehát ami a jogi része, igazán nincsen közül, akkor a testületnek egy feladat ellátási szerződést kell majd önnel kötnie, és hogy, hát, hogy értesítsenek, hogyha már az OF-nél, vagy nem tudom, hogy ott a... Nem, nem, én tudom, hogy igen, jó. Tehát most határozottan el kell fogadni, hogy őt elfogadják a képviselők, mint az én utódomat. És akkor ezek után, ugye mi már megkötöttük az adásvételi előszerződést, akkor egy feladatellátási előszerződést kell az önkormányzatnak kötnie, amellyel a Tímea el tud menni az ANTS-be, ahol a praxisjog engedélyezési eljárás elindult. Akkor ott megadják a praxisjogot, mert megbizonyosodnak arról, hogy a feltételek megvannak, és akkor utána visszajön a Tímea ide, a praxisjog már az ő birtokában van, de ki van jelölve, hogy egy hónappal későbbtől, mert hogy addig én látom el természetesen, hogy a körzet nem maradjon ellátatlanul a praxist, és akkor megkötik a végleges feladatellátási szerződést, és azzal el tud menni az OF-be, és már másnaptól akkor ő rendel. Tehát ez így zajlik. De ez a feladatellátási szerződés azonos tartalmú lehet a tervezetnek a végleges Az igen, az teljesen. Az igen, csak azzal tud elmenni ő az ANTS-be, és azzal tudja ő ezt az érdekesítést. Én nagyon sajnálom egyébként, hogy eladom, de ugyanakkor egy új lehetőség nyílt ki számomra az életemben, és azért fogom most eladni ezt a praxist, mert nagyon megszerettem Lányfalut, a lakosságot, az embereket és az egész települést, úgyhogy... De egy Tímeát megismerve úgy gondolom, hogy nagyon jó kezekben lesz a körzet. Jó, hát köszönjük szépen az egyik munkáját, de találkozni fogunk még, mert ezek szerint ez azért legalább minimum egy hónap, de akkor inkább kettő. Akkor az adatait, ha ide adja, akkor mi meghozzuk a határozatot, hogy akkor a testület támogatja. Ha ezt kell, ha jól értettem meg először,
Jó? Az a helyzet, hogy annyira gyorsan történik így itt a doktornővel az események, hogy én sajnos nem tudtam felkészülni erre, hogy hozzak önöknek bármit, de nagyon szívesen akkor nyilván, akkor vagy jöjjön. Elküldöm önöknek, vagy elhozom személyesen, és akkor. Tehát, hogyha ennek ugye ez a menete, hogy akkor jövő héten be tud jönni a TIME a feladatellátási előszerződést kötni, és akkor esetleg arra egy napot Még egy felvottam magát nektek, és akkor Köszönöm szót, sajnáljuk, hogy eltetszik benne, és köszöntjük az új doktornőt. Kérdésem az, hogy tetszik-e tudni azt, hogy itt a helyi lányfősiaknak milyen kedvezmény, milyen konstrukció áll fönt? Nem itt a társadalmi a település lakóinknak, ugye van egyfajta... Ez, én úgy tudom egyébként, hogy ez mindenhol az országban, ez mindenütt ugyanúgy működik, tehát az alapellátással abszolút tisztában vagyok, a 62 év felettiek ellátásával és a gyermekek ellátásával, terhes anyák ellátásával, mindennel. Tehát ugye említettem, hogy korábban dolgoztam körzeti ellátásban, és ott is ugyanezek a szabályok érvényesek. Ahogy ki van tehát a törvényes lehetőségek, ahogy ki van a rendelőben, a tájékoztató a betegek részére téve ugyanaz. De egyébként ez hozzáférhető tehát bárhol az OEP-nek a honlapján is, vagy nem tudom, hogy van valamilyen speciális... Nem, nincsen, hanem az, ami a tájékoztató... Azt kell nézni, most nem tudom pontosan, hogy ugyanis hogy a helyi lakóknak, a tömésnél volt valami fajta... Az a Réka idején, a Varga Réka doktornő idején. Én úgy tudom, hogy a tömések azok ingyenesek. Tehát mi a körzeti ellátásban eddig is ingyen biztosítottunk a töméseknek, tehát a töméseket azt azért nem kell fizessenek a paciensek. És a Barbarét a doktornő idejében volt egy másik rendelkezés, ami megszűnt. Igen. Az ő elmenésével tulajdonképpen. Igen, de most nem tudom, a magárendelés és az inkubációs, hogy azt vagy ezt ezeket kell, hogy azért fontos feladatállátási szerződést átgondolja ezt, mert például a magárendelést is benne azért. Tehát például az ingyen engedélyezt a magárendelés. Igen. Tehát, hogy vannak ilyenek, amiket majd nem tetszik nézni, vagy megbeszélgetni, hogy nem lehet, és akkor úgy lesz. Igen, mert a Réka doktornő magárendelt, és akkor tulajdonképpen, hogyha ő úgy gondolja, akkor gondolom a testület nem fogja ezt kifogásolni. Én nem magárendeltem, tehát én az általános rendelt szerint dolgoztam. Jó, ott van, vagy majd akkor tetszik jönni? Én nagyon szívesen át is küldöm önöknek, vagy hogyha kapok egy lapot, akkor nagyon szívesen le is írom, de nem tudom, hogy milyen formában... Úgyhogy az, hogy akkor inkább elküldi, és jó, rendben. Igen, csak minket köt a jog, mert kötöttünk egy szerződést, tehát én szeretném szorgalmazni, hogy a jövő héten esetleg egy napot jelöljünk ki arra, hogy a TIME eljön ide, és akkor tudja intézni ezt a feladatellátási szerződést, és akkor azzal már tud menni az ANTS-be, és intézni tudja az ügyeket, úgyhogy... Átküldi rendben. Igazából az lenne jó, hogyha kapnék fénymásolat, hogy le tudnál fénymásolni az iratait, azt körbe küldjük a képviselőknek, és akkor utána már akkor átkozni volna egy határozatot. De most nem határozott képesek? Nincsenek nála, most igen, hagyd ne hozzunk úgy határozatot, nem akadékoskodni akarok, hogy így bemond adatokat és arra, hanem hogyha vannak nála személyes iratok, akkor... Igen, a személyes irataim azok nálam vannak. A határozatban elég annyi, hogy a személyes adatai vannak föltöntetve? Természetesen. Hát a pecsén kell tudja a... Uh-huh. Kérjük, hogy nem másoljál jövő. Megyünk le egyszerűen. Kapunk engedélyt a fénymásolásra. Kérjük, hogy... És akkor... Jó, köszönöm.
akkor esetleg a szerda az megfelel? Keresem ezt az admiralitást. Aztán nem talán azt tudom, hogy a szerda jó. Én is eljöjjek, vagy? Akkor is belekötjük a szerződést. Ha nem zavar, ha eljön, és azért az adásvételről nyilván itt akarod, nem a forintra vagyunk, csak maga az adásvétel tényéről, akkor azért valamilyen iratot volna kapnánk, de mondom, nem az anyagi része, tehát azt kitakarhatják, csak hogy megtörténik az adásvétel. Egyébként az internetemet találjuk az a polgármester úrnak is fent van. Mindenkinek fent van. Jó, nagyon szép volna. Pedig azon még a brit admiralitást is megtaláltam. polgármester@lifeflow.hu, tehát igazából nem tudom. Meg nagyon szép tartjuk is. Majd igen, remélem lesz alkalom megint. Nekem az anyagom, mert az előző számban is a polgármester szövegét is ugyanezzel fölülnyomta. Hát lehet, hogy akkor pénzt adtak nekünk, hogy egy olyan szerződés kötött, hogy ez most csak címlapon szerepel lehet, bármi van. Na, de akkor miért nem nézte meg, hogy mi jön, hogy a pénz a pontosabb. Milyen újdonságokat mondasztak. Ez új, ez a felgondolkodás. Van egy alapítvány, aki olyan nem forgalmazza, hanem kihelyezi a kacsátetőket, és van Szentendrén is, meg Pesten is több helyen, és akkor azokat tudtunk beszélni, és kihoztak most már egyet. Ez egy, mint egy bármifajta kis stádió. Ez a kék? Igen, automata. Most láttam a Dellautó. Igen, igen, az volt az. És azt odaadtuk, ahol a pad van a révállomásnál, és azt mondták, hogy ha árvíz van, nem probléma, mert hogy még több helyen is van, és akkor, hogyha olyan víz van, akkor jönnek is összeszedik, de igazából nem is árt neki az árvíz sem, azt mondták. És az eredéssel se kell foglalkoznunk, már a töltéssel, mert hogy mondta, hogy még végigjárnak és cserélhetik, tehát igazából ebben semmi gondunk nincsen, hanem ezt ők csinálják, de ha bármi gond van, akkor ott a telefonszám. És pénzért adják? Nem. Ingyen? De az a pénz, hogy az sok száz forintot belobják, ezt a több ezer forintot egy hónap alatt, és akkor eljönnek a Pestről, tehát igazából nem is érnek pénz. Ez automata. Ez egy automata. De 100 forintért adják a kaját. Igen. Száz forintot kell bedobni. Igen, annak egy ilyen marit kacsa eleve. De olyan kacsa, ami a kacsáknak való, tehát nem akármi lett. Ó, persze. Na, a kerülő helyen az nem jó, egyébként nem. És onnan jött az egész, hogy szülők jelezték, hogy szívesen velük, hogyha kihelyeznék ilyet. Tehát a gyerekeknek ez egy nagy élmény lesz, mert a szülőknek is visznek. Ez a tisztőket. Figyelj, ez a tisztőket. Jó, mert arra gondolom. A legközelebb van sok dolmányos varjú, vetető. Jaj, nem már. Hát én például egy nagyon szép lakó kell érni a vasszus egyesett területen, és oda bele dobálni. Adománygyűjtő. Nem jön ki semmi garantálni. Vagy egy ilyen nevetést. Bedobja a százat, és kap egy ilyen nevetést. És ki hitt én, akkor lett az én a nevető monitorom? Hát van a pénzügyem. Hogy van, igen. Hogy a doktor, de hogyha átgondolná még a rendelés időt erre az feladat ellátási szerződés megkötésre, mert hogy azt egyeztetni érdemes. Úgyis megkötjük, hát egyébként fogjuk, nyilván egyeztetjük. Igen. Azt én nem tudom, az iskolában van nekünk, vagy kell van, vagy van. Az iskolában van felelősség, igen. Minden évben egyszer leszoktam szülőre. Az általában szeptember, október, november, ahogy ráérnek, egy osztály, egy alkalom, mert 30-an vannak, tehát azért átlagosan. És a óvodásokra pedig január, február körül van szintén szülési lehetőség. Na, mindenképp érdemes. Egyre írom a
És akkor arra gondoltunk, hogy a helyi újságban az otthoni Madino nagy támogánul egy bemutatkozó cikke. Persze, az jó. És akkor így el... Szeptember 20-a a napzár, tehát a 20-a előtt jön meg. És a forgalmas lóriáknak odaadja. Köszönöm. De akkor az doktor elbúcsúzás szempontjából is tetszik gondolni, a rendelkezésre állnak, úgyhogy lehet arra is. Na, hát akkor ez úgy tekintendő, hogy ez ugye felvett napirend. Igen. Jó. És akkor úgy hangzol, hogy látom, nagy község képviselőt tudomásul veszi, hogy Ereszkei Johanna, dr. Ereszkei Johanna fogorvosnő a praxis jogát értékesítette, dr. Gégényi Tímea értékesítette. A képviselőtestület feladat ellátási előszerződést megkívánja kötni, alapok felhezte sorolva, dr. Gégényi Tímea dr. Jó? Igen, csak a nevem az a Gégényi, vagy Gégényi. Gégényi. Bocsánat, igen, úgy is van írva, csak... És még Velecki vagy. Velecki. A régi ügyvédünk volt Gégényi, és lehet, hogy innen jött. A Gergény. Az se igaz, de... Ma már volt neve, de mondja. Volt neve, aki ezzel egyet írt. Jó, hát akkor egy hangú. Jó, akkor szerdán hányra? Amikor mondják, reggel? 5. Akár 9 óra, vagy 10 óra, teljesen jó. Jó, vagy 9 óra. Jó, szeretem. És akkor addig igyekszünk előkészíteni. Köszönöm szépen. Lehet, hogy ez nem lesz végleges, de akkor azzal legalább el tudnak menni már. Hát úgy is igen, feladatellátás előszerződés, és akkor az akar menni az ÁTSZ-be, aki ezt az egész procedúrát ez alapján elindítja, majd megadja a praxisjogot kínál számára, és aztán lehet nem tudni a véglegest, és akkor úgy visszamenni a doktorhoz, ennyi. Tehát ez egy iszonyú gyors ügyben, csak nekünk kell igazolni a röntgengépet, az autóklávot, tehát az orvostechnikai eszközöknek a működésképességét, illetve a rendelésnek a megbízhatósága, úgyhogy így ennyi. Akkor viszont addigra, akkor esetleg, hát ahogy mondta, hogy nem, hát nagyon a papír kellene arról, hogy akkor az adásétel... Nyilván, szerződést is, meg mindent. Igen, igen. Az előszerződést kitakarjuk, akkor azt a részt. Jó. A kérdőek között részvelőcskelni. Jó, mindenképpen. Tudom, hogy egy kérdés, hogy a hőszigetelés az éreztette az esetet? Igen, éreztette. Hát sőt, kaptam egy papírt, hogy nem kell befizetni 4x 12 ezer forintot, mert az a gázszámla, úgyhogy ez nagyon pozitív a hőszigetelés mindenképpen. Meg az ablakfóliázás is nagyon szépé tette a rendelőt, úgyhogy... Jó, hát köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Minden jó szaklátás. Viszontlátásra. Az élet mindent megoldott. Sok kérdést megoldottuk. Na, jó, akkor még napi rendelő, és akkor utána, aki még akar. Ugye, szerintem a többen értesültetek, hogy sajnos ez a egyik pályázatunk, amit ugye beadtunk, amelyben az Erdész utca volt benne, és a strandnak a öltözőinek a bővítése, nem nyert. Ugye itt van a kimásolt, összesen 2366 beadott pályázat volt, ebből 311 nyert. És 36,5 milliárd volt az igényelt összeg, és 5 volt a kiadott összeg. Itt van a nagyon hosszú 311 listája. Hát a környékben azért nyertek, Szigetmonostor nyert 15 milliót, Pomáz és Budakalász, nyilván itt van a legjobb barátszal, különösen Budakalász, ők 30-30 milliót, tegyük hozzá, hogy Budakalász tavaly is nyert. Jó. Tehát... Nem tudtunk nyerni, hát megpróbáltuk. Ezt ugye tavaly is megpróbáltuk, és újra is megpróbáljuk. Ez minden évben. Ez a feladatellátási pályán. Ebben volt a fitness talán. Ebben volt a fitness. Igen. Úgyhogy sajnos ez. Reméljük, hogy többivel nagyobb szerencsénk lesz. Jó, akkor mi van még?
Ugye, tegnap kellett volna mondanom, de most is mondom, mert sajnos jobb lett volna tegnap, mondom, a pénzügyi jobb lett volna. Adó, ugye megkaptátok az is a gondolatébresztőt, az idő halad, mert fel kell gondolkodni, hogy hogy legyen. Egyrészt a javaslatokról, hogy azok elfogadhatók-e, másrészt pedig, hogy esetleg valami más javaslat van. Különösen Dénesnek jó lenne gondolkodni, akivel most a második éve ígérte, hogy valami észszerűt kitalál arra, hogy hogyan lehetne ezt a sávozást megváltoztatni. Nem tudom. Hát reméljük nézi a felvételt, és akkor segít nekünk. Nekem más nincs, én tegnap, ami még volt, azt elmondtam a nézőbizottság jelent. Valakinek még? Igen? Maroszigi felének megígértük a... Igen. Nem kaptam róla tájékoztatást. Folyamatban van a dolog. De a folyamatban össze... rendben van, de milyen folyamatban? Úgyhogy a Molnár Ferivel összejöttek, és most nyüstölik egymást, úgyhogy ő a Ferit, tehát magyar én a Ferinek megadtam a megbízást, Feri csinálja az ajánlatot, és a Feri bácsi pedig sürgeti a Ferit, hogy minél hamarabb megcsinálja. Kértem, tehát ők azt jelenti, hogy megvan, színen van, rendben van. Köszönöm. Hát reméljük, hogy minél hamarabb elkészül. Én kértem ajánlatot, helyesen már találtunk az interneten ajánlatot, az nagyon jó lett volna, a Sicsút megoldás, egy orosz gyártmányú, többféle méretű lefolyó elem. Baromi jól néz ki, nagyon erős, fedlappal ellátható, kocsit is elbírna, ügyes ilyen vájúszerű több méretben. Orosz? Orosz gyártmányú, ezt használják, de jó, tehát ezt MÁV sok helyen használja a sínek mellett ilyen vízgyűjtőáronként. Hát ma volt nálam az ember, hát horror áru. De minden arra jó, hogy most akkor legalább a Ferinek majd meglátjuk, hogy a mit tud ajánlani, mert ugye ő meg betonban. Ezek az lenne az előnye, hogy ez 40 kiló egy ilyen 4 méteres elem, és ezt itt szépen egymásként összedugva, megfelelő ágyazatba, betéve, mellé tömörítve. Kész az árok, nem talú kell, hogy beemelje a betonelemeket, meg nem kell ugye, ilyen lapokból kilakni, meg azt kifukázni, meg mit tudom. A Feri egyébként a megoldáson gondolkodik, de van nagy eséllyel az lesz, ami nagyon sok helyen van, a 50x50-es lapokból kirakva ez a trapéz alakú meder. De csak azon a részen csinálhatjuk meg. Meggyőződésem egyébként, hogy nem fog segíteni rajta, mert nem onnan jön a víz. Abban a patakban az idén, nem jól ahol lakik. Egyszer volt víz, nálam meg többször. Tehát akkor most már az valami vízfolyás lehet, ami egy ilyen réteg víz, ami folyik. És azt igen, csak akkor van víz mindig, amikor teli megy a meg. Na de figyelj, akkor csak egyszer volt az idén víz, mert egyszer volt a patakban víz, és ő azt mondja, hogy többször volt benne. Tehát valami más van az áramban. Abba az áromba azt átereszi, tehát addig, ami ott az előttünk lévő sarkon átmegy az út alatt, ott van egy, és akkor az egy csővezeték egészen le a nyílt árokig. Gyerekek, az porszáraz. 20 év alatt porszáraz volt végig. Volt kétszer olyan, hogy lehetett látni, hogy annak az ároknak az aljából lötyög a víz egy kicsit. Csak tőletek. És hát akkor már csak tőletek. És tehát... úgyhogy én nem tudom, hogy ez mi lett, és most valóban, amikor volt ez a brutális monszun, akkor valóban az volt, de akkor is az történt, hogy benne volt a Weiling a Feri bácsiéknak a lefolyó, vagy a átereszébe. Mert addig, amíg a Weilingot ki nem szedték onnan a Feriék, addig valóban az volt, hogy még az Ammennál is folyt a víz. Tehát ott gyakorlatilag mindenhol ömlött. Tehát ott tudjátok képzelni, és egyszer csak kijött a Weiling, és akkor egyből az megtalálta a víz az árpot, és onnantól kezdve működik a történet. Nincs különösebb probléma, mert hát az a patakrész meg lesz csinálva. Hát lesz egy mintaprojekt, aztán hogyha a falunak nagyon sok pénze lesz, akkor elvileg minden árkot, ami belterületen van, ugye ki lehetne burkolni. Jó. Igen. Már csak az benne áll. Igen. Nem jó? Okay. Hát tudom. Jó. Más? Más, ha nincs, akkor napirend. Akkor kiegészítjük a napirendet, ugye a 13. napirendi pont a tűzifa lesz, ugye tegnap tárgyalta a bizottság, és a 14-es pedig a Jékeli Terinek a juttatása. Aktuális ügyek, azt tudom, hogy kettő marad. Jó, akkor igazad van, akkor 12 és 13, akkor az aktuális ügyek, az akkor 14 legyen aktuális ügyek.
akkor 12-es a tűzifa, 13-as a jégkeríteni, és akkor 14-es az alapjális ügyek. Jó? Aki akkor a napi rendel egyetért, az... hát igen, egy jó, és akkor elkezdhetjük a... Egyébként az első napi rendi pont, akkor a képviselőtestületek határozatoknak a végrehajtásáról beszámolunk, és akkor az ajánlom. Köszönöm szépen. Szerencsére csak 5 darabban, hogy gyorsan végzünk. Leányfülú Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete, készségben képviselőtestület. A 92/2016 számú határozatával a Viszmajor feladatainak támogatására kiírt pályázattal kapcsolatban hozta meg döntését. Helyreállítási helyszínek Erkel Ferenc utca 1-es szám előtti bútor csapadék vizelvezető főgyűjtőárok, a Szendei Júlia utca, illetve a Virág utca önkormányzati tulajdonú útjában történt károk. A pályázatot bemutattuk. Igen, ez volt az, amit tegnap mondtam, hogy továbbították a minisztériumba, tehát elvileg hibamentes és a szakmai ellenőrzés, hogy... Ez út? Hát a Szendrei az elég jó, ez út. Ez legalább 300 méter, a Virág az rövid, az egy 60 méter. 300 méter. Jó. Második, a képviselőtestület a 95/2016 számú határozatával a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazástól a soron következő országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, továbbá a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásokra a szavazatszámláló bizottság póttagjaként megválasztotta Diós Tiborné Leányfalú Jászmin utca 8 számalati lakost. A döntéstől tájékoztattuk a pottagot. A képviselőtestület a 96/2016 számú határozatával a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazástól a soron következő országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, továbbá a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásokra a szavazatszámláló bizottság pottagjaként megválasztotta a Kádár Erzsébet Leányfalú Petőfi Sándor utca 3/A szám alatti lakos. A döntéstől szintén tájékoztatunk őt is. Negyedik, a képviselőtestület a 97/2016 számú határozatával az új település rendezési eszközökkel, zárójelben település szerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv kapcsolatosan érkezett vélemények első melléklet szerint értékelésére egyetértett, abban foglaltatnak megfelelően elfogadta. Ezzel a képviselőtestület a véleményezési szakaszt lezártnak tekintette. A szükséges dokumentumok az illetékes kormányhivatalnak megküldésre kerültek. És végezetül az ötödik. A képviselőtestület a 98/2016 számú határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy intézkedjék a település rendezési eszközök, elődjében felsoroltak, tervezetének az elfogadott véleményekben foglaltak szerinti javításáról, a javított település rendezési eszközök tervezetét az eljárás során bejegyzett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum példányát, továbbá azok másolati példányát végső szakmai véleményezésre küldjenek el az állami főépítészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak, a szükséges dokumentumok az illetékes kormányhivatalnak megküldésre kerültek. Ennyi volt, amennyiben kérdés nincs, akkor kinek polgármester, hogy szavazhassa meg az elfogadását. Valakinek valami, akkor a tárgyi javaslat. Lányfülű Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete elfogadja az ajánlatot a polgármester tájékoztatóját. 92/2016, valamint 95/98/2016 hetedik 21. számú határozott végrehajtásával. Kedvel egyetért az. Jó, második napi rend, ugye az első fél évi gazdálkodásról szóló beszámoló. Ugye tegnap Ildikó itt volt a pénzügyi bizottság tárgyalta. Látható volt, hogy a
önkormányzat anyagi helyzete mondhatni stabilnak, mondható, tehát összességével a 80 milliót meghaladó pénzkészlete rendelkező az intézményekkel együtt. És ugye hát most 15-én elvileg ugye megkezdődik a adófizetésnek a második fél év része. Feltétlenül nem is annyi, mint az első fél évben, de az adóbevételek ugye most kezdenek majd elfogni. A teljesítések nagyjából időarányosak, tehát 50% körüliek. Ugye Ildikó levezette a számokat is, hozzátéve ugye, hogy ne keressünk a féléves beszámoló és a költségvetés módosítása közötti szám azonosságokat, hiszen az egyik 6. hó 30-al készült, a másik pedig 7. hó 31-jel. Akkori kérdéseket, ha voltak, nem voltak, még megbeszélt. Úgyhogy nem tudom, hogy valami van. Tehát önképpen itt arról fog egy határozat születni, hogy a testület elfogadja a 2016 első fél éves beszámolót. Kézzel egyetért? Hát igen, egy hangon. Jó. Ugye a hármas napi rend, ezt már ugye érintettem egy kicsit. Ugye ez pedig a szükséges módosítás, az első módosítás a költségvetésnek, ami az államtól kapott pénzeszközöknek a változása miatt következett be, illetve ugye némi pluszbevételünk is keletkezett, illetve az jogszabályok változtatása miatt át kellett tenni a képviselőtestületnek, a polgármesternek a díjazását a hivataltól az önkormányzathoz, ezért ott is megváltoztak az elő az összeget. Ez ilyen 18 milliót érintett. És hát az egyik, hogy ki is elmondta végig elmondta az összes levezette, hogy miből mi következett, és így összességében 7 millió körüli összeggel növekedett a költségvetési főösszeg, mint a kiadás, mint a bevétel oldalon. Van-e valami kérdés? Nincs, akkor felolvasom. Hát a Lányfő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarországon a törvény 32. cikk 1-es bekezdés F pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva az államháztartásról szóló 2011 évi 195-ös törvény 23. paragrafus 1-es bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. Első paragrafus. A 2016 második 11. számú önkormányzati rendelet 2-es bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. Képviselőtestület az önkormányzat 2016 évi összevont költségvetését 523.728.096 forint költségvetési bevétellel, 523.728.096 költségvetési kiadással 0 forint költségvetési hiányát állapítja meg. Módosult a rendeletben ugye a 1-es, 2-es, 3-as és 6-os melléklet. Aki ezzel egyetért, azt kérem. Négyes, ugye a vagyonkat az ennek a felülvizsgálatának a jóváhagyása. Ez már volt egyszer a bizottság előtt, testület előtt is, ugye azért kellett akkor levennünk, mert ugye Zsidikó még egyeztette, tehát nagyon nem volt egyezőség, nem volt megállapodása a Zsidikó és a kataszter készítői között. Ez úgy tűnik, ha tegnap is mondtam, hogy ez egy jó húzás volt, mindenképpen ennyi 2003 óta abszolút indokolt volt egy ilyen felülvizsgálat. Különösen olyan nagyon nagy probléma nem jött elő, tehát azt jelenti, hogy a hivatal jól működött, tehát nagyjából túl durva hibákat nem találtak, vagy nem találtak. Hát ugye a útkosztaink módosultak, hát erről a gazdasági irányítás és a gazdasági iroda nem nagyon tudhatott, de hát reméljük, hogy ezek a hosszak, ezek jók. Ezek ugye arra is jók lesznek, hogy most a megnövekedett út méretekkel nagyon költségvetési igényel léphetünk fel a magyar állammal szemben. Összességében ugye 685.576.270 forinttal növekedett úttó értékben az önkormányzati vagyok.
Kérdés nincs. Határozati javaslat, tehát Láncső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete, Horváth Sándor szakmaköves közgazdászmérnök, ingatlan szakértő, munkatársai által a 2015 évi földkönyv és természetbeni állapot vizsgálata alapján elvizett vagyonkataszter felülvizsgálata jóvá hagyja. Az önkormányzat számviteli nyilvántartásában az ingatlan bruttó értéke, mondtam, 686.576.770 forinttal megemelkedik. Kérdez a határjavaslat egyetért a kérdés. Jó. Tűzoltó Egyesület kérelme. Ugye tulajdonképpen ezt is a vita után tegnap a bizottság úgy hagyta jóvá, hogy ugye van írva. Nem volt elutasító bizottság, a testület se, azt gondolom. És ugye azt kértük a Tűzoltó Egyesülettől, hogy a főépítés asszonnyal egyeztessen, szülessen egy kiérlet és a falu számára elfogadható javaslata a építészet, és utána készüljön egy árajánlat, amelyet ugye akkor majd a testület külön, a bizottság és a testület külön el fog fogadni, tehát megtárgyal, és a pénzügyi forrást erre biztosítja. Jól tudom, ma volt a Gyula Kinna a főépítész asszonynal, tehát ez a folyamat elindult. Gyula? Igen, annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez így igaz, ígéretünk a szívben, mi a végtünk ebben a dologban. A Tóth Györgyel hármason megnéztük a helyszínt, és ott megállapodtunk a főépítész asszonnyal, hogy milyen építészeti karaktert kellene ennek a bővítésnek adni. És akkor az fog történni, hogy miután megrajzoltam, akkor utána majd egyeztetünk a főépítész asszonnyal. Főépítész asszonnyal egyeztetünk, és akkor itt ez azért kértem én a tegnap a bizottság előtt, hogy helyezzük ezt a jogot a főépítész asszony kezébe, hogy ezzel kapcsolatosan döntse, hogy hagyd ne kelljen már itt ezt értizálni a bizottságnak azon, hogy most ez az épület hogy néz ki. Abszolút kompromisszumra jutottunk, és meg lehet csinálni azt a dolgot, hogy ez az épület legyen egy zárt, bővített része, és még talán ennek megfelelően még építészetileg jobb is lesz a jelenleginél jobban fog kinézni, úgyhogy itt tartunk. Tehát, igen, tető lesz. Igen. Nem tudunk, tehát az a helyzet, hogy amit a tűzoltók is csináltak, vázlattervet, annál is egy 4%-os lejtést tudtak biztosítani ennek a lakostetőnek. Most gyakorlatilag már ott olyan lejtésviszonyok vannak, ami nem oldható meg másképp. Most ahhoz, hogy az a szigetelés, aminek a tetejére rákerülhet, fémlemezt nem lehet tenni, mert ez a lejtés már nem alkalmas neki, tehát még egy korcolt fémlemezfedésnek se. Muszáj valamilyen PVC vagy egyéb szigetelés, annak viszont a mechanikai védelmére szükség van. A mechanikai védelem pedig kétféle lehet. Most vagy teleszóljuk kavicssal, és akkor néha belerohad a falevél, amit ráfúj a szél, vagy pedig szerintem még jóval olcsóban meg tudjuk oldani, hogyha ugyanúgy PVC szigetelését meg kell lenni, hogy akkor kap egy extenzív tetőt, aztán kész. Legalább az érzésünk meg lesz, hogy a bővítés kerül, csak a bővítésre tudjuk ezt megcsinálni, az legalább akkor egy ilyen kulturált dolog lesz, és fogjuk, az érzésünk lesz, hogy legalább amit ott elveszünk a zöldből, azt visszakapja a terület. Úgyhogy ennyi. Jó, ha nincs, akkor Lánykő Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestület, az előterjesztés egyes számú merületet képező Lánykő Nagyközségi Tűzoltó Egyesület, 2005 a Lánykő Mátyás Király út 12 kará, adószám, igen, 627-tel 2016 számú kérelmét megismerte, és kéri, hogy az Egyesület készítselje a bővítés konkrét építési terveit az engedélyezéshez, valamint az erre vonatkozó tervezői árajánlatot. Jó, a következő ugye Váradi Szabó Bence kérelme, Fecskevicai Telek
háromszög alakú kis telek részleadásáról. Ezt a bizottság tárgyalta, ugye volt javaslat amellett, hogy adjuk el, volt javaslat amellett, hogy nem, de végül is ugye a főmérnök asszonynak a javaslatát fogadtuk el, hogy ezt ne kelljen, nem adjuk el. Én ezt bölcs döntésnek tartom. Itt ugye tegnap egy pár kérdés nem merült fel, mert ugye itt az emberbe fel megfogalmazódik, hogy valaki mondjuk megavarja ezen területet, és akkor, hogy hozzácsatolja a telkéhez, akkor gondozni fogja, akkor vajon, hogyha ez most itt körterület, akkor ez probléma, ez a 21 négyzetméternek a gondozása. De ígérem, ezek után ígérem, szerintem már is használták, fokozatlanra fogunk figyelni ezt a 21 négyzetméteres darabot, ezt karban tartjuk. Úgyhogy tulajdonképpen a bizottság végső javaslata, hanem is 100%-os egyetértésben az volt, hogy ezt a területet ne adjuk el. Van akinek? Jó. Tehát akkor a tárgyjavaslat, Lányfúr Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete az előzőjelzés egyes számú mellékletet képező Váradi Szabó Bence 2016 Lányfúr Tecskúca 2 613 per 2016 számú kérelőt megismerte, elutasítja az alábbiakra való tekintettel. A 2240 helyrazi számú ingatlan az önkormányzat forgalomképtelen vagyonába tartozik, igen, annak értékesítésnek is volt továbbá, terület felszíni vízrendezés megoldása a jövőben kizárólag a két gérelmezett közterület rész igénybevételével történhet. A Móricz Zsigmondy felszíni vízelvezető hálózaton keresztül a települési vízrendezési tanulmánynak vízelvezetési problémák térképe alapján, valamint a tanulmány részét képező táblázat 30. pontja szerint. Ezzel egyetért az. Hát igen, ha elég furcsa lett volna, hogy azért nem keveset fizetünk ezért a vízrendezési tervért, és hogy ebben van egy javaslat, és rögtön az első alkalommal ezt meghárjuk. Jó, hetes. A döntés a pályázat kiállásáról. Na itt ugye azért elég heves vitát zajlottak tegnap, de végül konszenzus született. Lehet mondani, hogy a kiírást az pontról pontra végig vettük, ez itt rögtön a helyszínen javításra került, megkaptátok azt a kiírást, amit akkor rögtön kiírtok, ez pontosan az, amit a bizottság elfogadott. Ennek megfelelően ugye a határozati javaslatokat számát tudjuk csökkenteni, mert ugye a bizottság úgy döntött, hogy nem kíván fejvadász céget bevonni, tehát a pályázatot mi fogjuk bevonni, hogy utána ennek megfelelően csak két határozat született. Megkaptátok elektronikusan, hát ő is átment, tehát aki akarja ezt kiválni, azt tudja, de most itt kézben is itt van. Tudtam, elolvassátok. Megvan. Tehát tulajdonképpen a bizottság ezt döntötte, és akkor ezt fogja a hivatal végrehajtani. Mi felolvassam, majd elolvassátok? Nem kell felolvasni az egészen. Végbeszéltünk, és itt rögtön gépbe lett javítva, tehát még el sem tudtunk felejteni semmit, amit újra lettek kiadva a tervezett javaslatok.
Jó. Akkor a határozati javaslatok. Tehát a látszó nagyközségű körülbelül képviselőtestület úgy határozott, hogy a Ráncsolt János Tűző Kft. 2007-ben Varizsimundult 142 ügyvezető igazgatói feladatának ellátására az előterjesztés a római 4-es részében foglalt pályázati felhívást teszik közzé. Ezzel egyetért kérem. Egy második határozati javaslat. Ráncsolt nagyközség önkormányzat képviselőtestület úgy határoz, hogy Leányfalú Termelfőző Kft. 2016 Leányfalú Móri Zsigmondú 142 vezető igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat alapján lefolytatandó kiválasztási eljárást maga folytatja le. Kérdő legyen. Jó. És akkor hát a határidőket láttátok. Szerintem itt igyekszünk, ők illesztírva nagyon gyorsan, és akkor a 30 nap valószínűleg elegendő lesz arra, hogy jelentkezzenek. A munkaszerződésről meg akkor szerintem még a szeptemberi testületülésen is beszélhetünk még. Az is azért már valamennyire körvonalazódik, jöttek rá javaslatok, bele lehet javítva, hogy meg igyekszünk azt is. Néleges formában lenni, fogjuk tárgyalni. Nem lesz mellélete a kiírásnak. 8-as napi rend, a rendfogó dűnérket oda házi rendjének felülvizsgálata. Ugye ezt egy ominózus mondat miatt vált szükségessé. Az ombudsman azt mondta, hogy nem köthető az óvodában a felvétel ahhoz, hogy orvosi vizsgálathoz, jól mondom? Igen. Orvosi igazoláshoz, bocsánat, igazoláshoz, és a gyerekeket azt úgy is megvizsgálják, mikor fölveszik a iskolát, vagy az orvosi. A védőn megvizsgálják. És akkor ezt a mondatot, nekünk csak egy helyen szerepelt, ezt ki kellett vennünk a dokumentumból. Erről nem volt testületi is, bizottsági döntés nem kellett. De hogy nem, a szociális és kulturális szociális tárgyalta. Igen, tehát pénzügyi nem tárgyalta, de az Oktatási Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Na, hát szerintem nem gondolnám, hogy lenne valami. Tehát Lányfő Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztés egyes számú merületét képező Lányfő Tündérkert Pogoda 2016 Lányfő Szentkümele Herceg útja 913 OM az orvosító szám, 2016 évi házi rendjének tartalmát megismerte, és a jelen határozatával jóvá hagyja. De itt van rajta, hogy mi módosult rá. Ez a legyetért az... Jó, tehát a... Most 9-es napi rend. A szakendőri ének a több javaslat is elhangzott, ugye ezt nagyon hosszasan tárgyalta az Oktatási Bizottság, a Pénzügyi Bizottság pedig jóvágyta az Oktatási Bizottságnak a döntéseit. De itt egyrészt arról van szó, hogy a két csoportban egy-egy fővel meg kell emelni a csoportlétszámot, ez nem befolyásolja a alapító okiratban lévő 125 fős összlétszámot. Ez a terem mérete lehetővé teszi, tehát ez egy egyszerű javaslat. Kicsit ugye bonyolultabb volt, hogy hogyan tudjuk megoldani úgy, hogy minél kevesebbe kerüljön a szakácsnőnek a távozása után bekövetkezett ürt. Ezt ugye a bizottság bölcsen úgy kívánta megoldani, hogy egy közfoglalkozat marad addig közfoglalkozat státuszban, ameddig le nem jár ez az ideje, a felmentés ideje le nem jár a szakácsnőnek, és akkor decemberben pedig státuszba kerül. Ígéretet tettünk arra, és ez meg is történt ma már, hogy kértünk bővítést a közfoglalkozói létszámban, és most már akkor, ha megkapjuk, akkor fognak kapni egy szakképzett dadát, vagy olyasmi képzettségű, és egy közfoglalkoztatott a konyhai feladatoknak a ellátására. Ezt így akartuk megoldani,
és hát erre van reményünk, hogy akkor ez fog sikerülni. Ez a másik, és akkor a harmadik az lett volna, hogy ugye egy kesenis gyereknek nagyon-nagyon nehezen kezelhető, kértek volna egy szakasszisztens, aki csak ezzel a gyerekkel foglalkozik, hát ezt nem tudta ugye a bizottság támogatni, ami helyesen nem gondolnám, hogy az önkormányzatnak arra van pénze, hogy egyetlen egy gyerek miatt alkalmazom egy asszisztens. Én szerintem valamit javulni fog a helyzet, bár nem tudjuk, hogy a közfoglalkozat, a szakképzett közfoglalkozat mennyi időre fogjuk kapni az engedélyt, de ugye aki kilépett most az óvodából, ilyen státuszból, ő 4 vagy 6 órás volt, nem emlékszem, 4. És a feltehetően az új közfoglalkoztatott, az pedig 6 vagy 8 lesz, tehát elvileg akkor a növekszik is az az idő, amit tehát magyarul több lesz a ott töltött munkaidő, tehát talán ugye segít ez valamit. És az óvodapszichológus, bocsánat, az óvodapszichológus, abban nem volt semmiféle probléma, ugye az óvodapszichológust azt alkalmazza, úgy döntött a bizottság, hogy annak a meghosszabbítása az egy évig történik, tehát 2017. augusztus 31-ig adtuk. A jövő évi költségvetésben meglátjuk, hogy hogy állunk, meg hogy áll a létszám. Fölmerült az, hogy ugye véglegesíteni kéne, hogy ne így legyen alkalmazva, de ugye ezt a 25 fős létszám keret most nem tette lehetővé. Meglátjuk jövőre, hogy alakul a dolog. Hát ennyi határozott javaslat volt. Valaki? Vagy elkezdem felolvasgatni. Lányfő Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete, Lányfő Tündérket óvoda csoportja létszám emelésére van, igényét megismerte, és a képviselőtestület a két nagy csoport létszámának megemeléséhez az alapító okiratban foglalt 125 fős összlétszám erejéig hozzájárult. Ez arra is jó, hogyha mondjuk még volt egy szabad helyünk, mondjuk, akkor legtöbbet nem kell ott elhozni, de a 125-t ugye nem tudjuk túlélni. Aki ezzel egyetért, az ott igen egy hangú. Következő, tehát a Lányfalu Nagyközség önkormányzat képviselőtestülete a Lányfalu Tündérket óvoda pszichológus szerződésének meghosszabbítására vonatkozó igényét megismerte, és a képviselőtestület Forgás Györgyi óvoda pszichológus szerződésének 2016. szeptember 1 napjától 2017. augusztus 31 napjától egy éves határozott időre szóló meghosszabbításához hozzájárul. Ezzel köszönöm. Jó. Akkor a következő, Lányfő Nagyközség önkormányzat képviselőtestülete. A Lányfő Tündérket óvoda konyhai létszám bővítésére vonatkozó igényét megismerte, és a képviselőtestület Kenyeres Lászlóni szakásnő felmentés idejének lejártától 2016. december 24 napjától Grószné Karaprovics Tíme a kinevezéséhez hozzájárul. A polgármesteri hivatal vállalja, hogy a kezdeményezi a hatósági szerződésben foglalt 10 fős közalkalmazott összlétszám 2 fővel, köztük szakképzett való megemelésével a járási munkahelyi kirendeltséggel. Ezzel egyetért az. És akkor az utolsó oldalára vonatkozó Lányfő Nagyközség önkormányzatnak képviselőtestülete, a Lányfő Tündérkert óvoda 2016-2017-es tanévére szóló egyfő pedagógiai asszisztens felvételre vonatkozó kérelmét elutasítja. Az önkormányzat a normatíván felül plusz egyfő pedagógiai asszisztens költségét nem tudja vállalni. Ez egyetért a szó. Hát igen, egy hangú. Jó, hát ugye ez egy szomorú, ezt tudjátok, hogy ugye a Gréti halálával ugye egy helyet kell, hogy valaki kellett ugye elnöknek megválasztani. Igen, tehát Zoller Kovács Margit elmúlt volt az egyik szavazókörben a szavazott számláló bizottságnak az elnöke. Helyette felkértük Szelekovszki Beátát, hogy elnök legyen a szavazókörben, aki ezt elvállalta.
és szeretném, hogyha Pestület is jóvá hagyná ezt a választást. Mindig olyan személyekre teszünk javaslatot, teszek javaslatot, akik azért ismerik a települést, régóta járnak, csak helyi lakos lehet. Egyébként mellesleg ma született egy érdekes nemzeti választási irodai döntés, hogy a későbbiekre mondom, hogy most már külsős bizottsági tagok is lehetnek szavazatszámláló bizottsági tagok. Tehát, hogyha a pótagok közül, vagy bárki lemond, később üresedés lesz, nekem ugye mindig biztosítani kell minden szavazókörben az 5 főt, akkor külsős bizottsági tagokban is lehet most már majd gondolkodni. De akkor még gyorsan egy érdekesség, amit majd tapasztalnak október 2-án, hogy műanyag átlátszó címeres urnákban fogják beadni a szavazataikat majd, akik jönnek. Ezek ilyen vonalkódos, blombás urnák lesznek, egy kis érdekesség, és majd ezt meg kell őrizni, tehát most már ez a következő választásokra is kincstári vagyonként őrizendő tárgyunk lesz. És akkor kérem szépen, hogy válasszák meg a Szárkoszki beálltát. Jó, a nagyfőségünkben képviselőtestület úgy dönt, hogy a 2016. október 2-i napjára kitűzött országos népszavazásról soron következő országgyűlési képviselő, Európa Parlamenti képviselő, továbbá a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásokra a 2-es számú szavazókör szavazatszámláló bizottsági elnökeként megválasztja a Szerekovszki Beáta 2016 Lányfalu Mátyás Király utca 10-es szám alatti lakost. Kérdele egyetértek? Ő akkor a legközelebbi összes választásra megválasztásra. Jó. A Viszmajor pályázat, ugye tudjátok, meg volt róla szó már többször, ugye elmondtam, hogy a még 3 utcával próbálkoztunk, a szerve az sikeres volt, befogadták a pályázatot, befagyad úgy, hogy úgy ítélték meg, hogy úgy igazunk van ezeknek az utcának a állapotának illetően. És ugye ezt a pályázatot ezt be kell adni, és akkor tulajdonképpen ehhez kell egy kötött formájú önkormányzat, tehát ez nem hasonlít ugye a általunk alkotottakhoz, egy nagyon jó hosszú sikerült, hát a gondoljátok felolvasom mindig, de hát tulajdonképpen az a lényeg benne, hogy ugye ebben pontosan le van szabályozva az önrész, ami a leglényegesebb dolog, és ugye az összes kötöttség, hogy majd a kutatóság megszabták. Most nem, mert itt ilyen kényszerítések is vannak. Így jó. Tudják. Oké. Nem van benne egy csomó. Hát igen. A döntés a 2016 évi második Viszmajor pályázat benyújtására és a pályázati önrész biztosításának jóvágyásáról. Lányfalu 2016 május-június időszakban igen nagy mennyiségű csapadék hullott, amely a havi csapadék mennyisége vonatkozásban jelentősen meghaladta a sok téves átlagot. Az ismétlődő intenzív záporok, a levonuló csapadék az utak pályaszerkezetét átláztatták. 2016. július 13-án 14-én bekövetkezett felhőszakadás következtében a hirtelen lezúduló csapadék a Viola utcában, a Kőris utcában, a Gyöngyvédék utcában önkormányzati károkat okozott, amelyek veszélyeztetik a közúti és gyalogos közlekedés biztonságát. Olyannyira, hogy sajnos többen kértek, hogy nem fog tudni megvárni, mert ez nyilván több idő, meg egy ilyen tűzoltóerőtást kell benne csinálni, meg járhatatlan. Tehát ezt nagy pénzt nem fogunk ölni bele, de legalább a lyukakat betemetjük, és reménykedünk, hogy nem fogjuk mosni ennek közelebb az eső. A károsodási helyszínek jelenleg balesetveszélyesek, a közúti forgalomra veszélyes. Az önkormányzat a helyreállítási költségek mérséklésének céljával indul a kormány által a helyi önkormányzatok Viszmajor események támogatására kívül pályázaton a 9/2011 2/15 kormányrendelet szerint. A keletkezett három felszámolásának költségeit az önkormányzat Viszmajor pályázat segítségével kívánjuk kiegyenlíteni, maximális tárgyalmazási intézítás igénybevételével 10%-os önrész biztosítása mellett.
a támogatás 90%-os értékenek indokoltságát a 9/2011 második 15 kormányrendelet 5. paragrafus második bekezdés C pontja támasztja alá, mely szerint az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, tekintettel arra, hogy a Viszmajor esemény rövid időszakon belül többször ismétlődő időjárási szélsőség következményeként alakult. A helyreállítási helyszínen Lányfalú Viola utca 1713-as helyrajzi szám, Lányfalú Kőris utca 1681-es helyrajzi szám, Lányfalú Gyöngyvirág utca 1630 helyrajzi szám. A helyreállítás fő forrás összetétele szakértői vélemény alapján saját forrás 1.299.993 forint 10%. Biztosító nem fizet, egyéb forrás nincs, Viszmajor támogatási igény 11.699.934 forint 90%. Így a 10% és a 90% 12.999.927 forint, ez a 100%. A károk helyreállítása a költségvetés alapján tervezett összköltség bruttó 12.909.927 forint, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a károsítményen érintett vagyonelemek Lányfalú Nagyközség önkormányzatának tulajdonát képezik. A bekövetkezett káresetményekkel kapcsolatban Viola utca 1713-as helyrajzi szám, Kőris utca 1689-1 helyrajzi szám, Gyöngyvirág utca 1630-as helyrajzi szám, bekövetkezett károk az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, melyre az önkormányzat által megkeresett biztosítótársaságok, mint forgalomképtelen vagyonelemre a biztosítási megkötését elutasítják. Lányfalú község önkormányzata vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékony és a megvalósíthatóság szempontjából tekintető történő helyreállítását. Az önkormányzat más tulajdonával lévő vagyontárgyal feladatát nem tudja ellátni. A képviselőtestület saját forrás összegét 2016 évi költségvetéséről szóló 2016 második 12. rendeletében az általános takarítermelék biztosítja az alábbiak szerint. Helyreállítási adatlap szerint önerő a helyreállítási költség 10%-a, az a harmadszor 1.299.993 forint. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, a helyi önkormányzatok Viszmajor feladatainak támogatására kiírt pályázat aláírására és az EBR 42 rendszeren keresztüli benyújtására. Aki ezzel egyet ért, azt kérem. És akkor a 13-as az a tűzifa. Erről is tegnap a Szociális Bizottság is és a Pénzügyi Bizottság is beszélt. A jegyzőasszony elmondta, hogy ugye változtak a viszonyok, tehát jóval nagyobb mennyiség igényelhető, mint a Lányfalun nagyon sok 80 év feletti lakók. Ugye ez egy elég nagy mennyiségnek tűnik, ami igényelhető. Meglátjuk, hogy mennyit kapunk belőle, de hát mindenképpen célszerű az egészet pályázni, mert nyilván annál a nagyobbat, ha elosztanak, akkor mégis több marad. Úgyhogy ugye mind a két bizottság javasolt, hogy induljunk. Ugye az önrész az viszonylag nagynak tűnik, tehát ez gyakorlatilag a szállítási költség mindig is ez volt, tehát azért ilyen sok, mert hogy hát ugye a mennyiség is igen nagy. Hát, ugye megpróbáljuk ezt is. Eddig ez a pályázat mindig sikeres volt, tehát reméljük most is, hogy lesz. Jó. Hát akkor a határozások úgy hangzana, hogy Lányfalú Nagyközség önkormányzatnak képviselőtestülete hozzájárul, hogy az önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tűzanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2016-9.25 BM rendelet alapján benyújtsa a pályázatát. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy az egy szükséges 365.260 forint önerőről, valamint a rendelet 4-es paragrafus 4. bekezdése alapján a tűzifa szállításáról ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is, származó költséget biztosítania kell, egyúttal igazolja, hogy a saját forrás a 2016 évi költségvetésben a szociális keretben rendelkezésre áll.
szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kérdező korlátozás. Kérdel egyet értesz? Jó, és akkor a utolsó. Az pedig a Jékely Endriné. Hát ő ugye Judikó jegyzőasszony, és én ott voltunk a Initon. Reggel felköszöntöttük, Jékely pedig kapott egy oklevelet. Hát ugye ezt viszonylag késő tudtuk meg, hogy ez az esemény fennáll, sőt a hivatalosan még most se, de kinyomoztuk. Tehát ezért került ez csak most ide, jeleztem a terének, hogy hát majd még igyekszünk egy kicsit fizikálisan is hozzájárulni, a megbecsülésünket kifejezzük. A igazgatóasszonytól elhangzott az, hogy ők ezt nem szánták búcsúnak. Ők még úgy gondolták, hogy az összes szülő meghívásával kívánhat egy búcsút elbúcsúzni a Teritől. Hát most vagy megvárjuk ezt az alkalmat, ha lesz ilyen, de valószínűleg nem. És ugye a Oktatási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is egyetértett azzal, hogy hát ugye ez a legkevesebb, amit mi adhatunk, hogy egy 100.000 forintos ajándékutalványt fogunk vásárolni számára. És hát erről szól ugye a határolat. Jó? Tehát Lánchíd Nagykőség önkormányzatnak képviselőtestület a Jékely Endriné nyugdíj állományba vonuló tanárnőt a lányfali gyermekek tanításáért, nevelésért végzett kimagasló továbbá pedagógus pályán eltöltött 4 évtizednyi munkáján ismerésül 100.000 forint értékű ajándékutalványban részesíti. Ez egyetek, azt kérem. 6 igen, kapunk. Köszönöm szépen. És akkor a Csaba kikapcsol, és akkor...